Ismételten fehérvári beszélgetések, köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban. A mai beszélgetést, megmondom őszintén, nagyon-nagyon régóta szervezzük. A két legényt, a két fiatal embert én már nagyon-nagyon régóta, a szó jó értelmében vagy rossz értelmében űzöm, hajtom, hogy egyszer összejöjjön egy ilyen stúdió beszélgetés. Ők is nagyon elfoglaltak, de szerencsére a mai napon ez sikerült. Két nagyon-nagyon tehetséges fehérvári zenésszel beszélgetek a mai napon, Horváth Pétert és Horváth Elemért köszöntöm. Sziasztok! Szia, Zoli. Szia. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, tényleg nagyon régóta tervezzük ezt a beszélgetést. Legelőször mi egyébként úgy találkoztuk, hogy én emlékszem, azt hiszem talán a Pelikán udvarban volt a Bormámor szerelem, szünet volt, én felmentem a büfébe, feleségemmel, ti is ott voltatok, ott így bemutatkoztunk egymásnak, ugye mindannyian tudtunk egymásról, és akkor nekem azért lemondtam a Szilvinek, a feleségemnek, mondom, hogy két annyira, most hétköznapi módon szeretek beszélni, két annyira jó csávó, és olyan szerény, és olyan tehetséges, hogy szinte elnézést kérnek, hogy léteznek, pedig a hangszer mind a kettőnek elsül a kezébe, és utána ugye nagy-nagy ámulattal bámolom tényleg, meg tisztelettel a munkátokat, tényleg elképesztő az, amit tettetek, az, amit csináltok egyébként. Azért mondjuk el, aki nem ismerne benneteket, szerintem nagyon kevesen mondok, hogy milyen hangszerrel játszatok pontosan? Nos, én hegedű művész vagyok, én hegedű játszom. Igen? Én pedig cselló művész vagyok, és zongora művész, tehát mind a két hangszerrel játszom. Tehát mind a ketten zeneművészeti egyetemet végeztetek. Így van. Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem, a Zeneakadémia. Zeneakadémiát végeztetek, mind a ketten diplomáztunk, igen. Elképesztő. Egyébként a zenének a szeretete az már gyermekkorotokban, tehát muzsikus családból származtok, úgy szokták kérdezni? Mi zenész családból származunk, szóval nálunk nem volt ez kérdés, hogy mi is zenészek leszünk. Egyébként nem erőltették a szüleink, hogy mi zenészek legyünk, de aztán beirattak minket a zeneiskolába. Ide Fehérvára egyébként? Én Sárbogárdon kezdtem a zenei tanulmányomat. Én egyedül. Hát én 3 évig oda jártam, és hát annyira kitűntem így a többiek közül, hogy az akkori tanárom mondta, hogy inkább Fehérvárra jöjjek át, mert látja, hogy zenei pályára fogok menni. Már olyan kiskorban ezt így észre lehet venni igazából. És akkor itt végeztem Fehérváron, a szakközépiskolát is itt ide jártunk a testvéremmel. Mind a ketten. És aztán Pestre a Zeneakadémia. És utána akkor mentetek a Zeneakadémiára. Igen. Azt gondolom, nagyon nehéz. Tehát én hallomásból tudom, hogy a Zeneakadémia az nagyon brutál azért. Tehát ott azért nagyon keményen kell tudni. Hát vannak elvárások. Igen, az igen. Biztos. Vannak igen. Elvárások, magas a szint. Hát ott már nagyon felnőttesen van ott már a zenei oktatás, ott már olyan dolgokról van, hogy zenéről van szó. Tehát ott már nem ott mutogatják, hogy fogd a hangszert. Ott már nagyon komoly szinten. Igen, meg nem azt mondják, hogy tehát gyakoroljál, vagy ne gyakoroljál, hanem ott már tehát zeneileg. Ott már mindenki magáért. És amikor ti összeítok mondjuk családba, mondjuk akár karácsony, akár bármilyen más ünnep, ott zenétek egyébként? Vagy ott, de beszéltek róla nyilván, de nem kerül a hegedű, cselló, zongora. Az igazság, hogy hát a családban, tehát otthon gyakorolunk, úgyhogy elég a mindennapokban, hogy amit mi gyakorolunk. Igazából van egy kis stúdió szobánk, ahol mi nem zavarunk senkit. Tehát a család többi a nagymamámat például, mert én vele élek, úgyhogy nem zavarom, úgyhogy ez így jó. Azért karácsonykor azért ott már nyugodtan vagyunk az ünnepek meghitt, úgyhogy ott már nem muzsikálunk. Egyébként még akkor is dolgozunk, tehát egyébként például most karácsonykor is majd rengeteg felkérés van. Igen, erről beszélünk mindenképpen, meg ugye következő évben is van egy nagyon nagy felkérésetek, azt a beszélgetés végén mindenképpen említsük, meg szóljatok, hogy elfelejtem, mert képes vagyok elég sok mindenre. Minden reggel be kell mutatkozni magamnak, szinte tényleg ott tartok. Nekem meg ilyen képességek vannak sajnos, vagy igazából nincsenek. Ugye az, amikor láttalak én benneteket, Bormámor szerelmet, vagy 6-szor, 7-szer biztos, hogy láttam, én szeretem, én nem tudom ezeket megunni, tök jó zene, tök jó hangulat. Ott rengeteg jó dalt játszotok, ugye operettből játszotok nagyon-nagyon sok mindet. Aztán van egy ilyen tangós, meg nem mondom, ez egy ilyen tangós jellegű dal, valami hegedűn nyomod. Az egy asszony illata. Igen, az asszony illata. Van, elképesztő jó, tehát mindenki nagyon-nagyon szereti. És szünetben azért szoktam szándékosan is,
idézőjelben hallgatózni, meg figyelni az embereket, és mind akiket hallgatok, szinte mindenki így színészeken kívül beszélt rólatok, hogy ott az a két srác elképesztő, hogy zenélnek, hogy tényleg elsül a hangszer a kezükben. Szóval ezt nem csak én gondolom, hanem tényleg az emberek, és gondolom visszajelzéseket azért halljátok magatokról. Igen, hogy igen, meg? Igen, hát azt halljuk. Hát nagyon örülünk ezeknek a visszajelzéseknek, hogy dicsérnek minket, és nagyon tetszik az a zene, amit mi csinálunk, és ilyet igazából képviselünk, mert mi a komoly zenén kívül, amit mi tanultunk, tehát azon kívül mi nagyon sok stílusú zenéket is játszunk, például a híres filmzenéket, igen, operetteket, szalonzenét, magyar nótát tehát így széles ez a stílusbeli repertoár is nálunk. És mit szerettek a legjobban játszani egyébként? A milyen stílusú zené? Ami az abszolút kedvenc, amit így nagyon szerettek. Nekem nincs. Tehát mindegyiket szerettem. Tehát most nem játszanék komoly zenét, klasszikus zenét, hanem csak filmzenéket, akkor hiányozna a komoly zene. Vagy fordítva. Igen. Tehát, És mit, ugye ti zeneileg nagyon műveltek vagytok, tehát itt nagyon komoly lexikális, tehát nem csak hangszeres, idézőjelben nem csak hangszeres tudás, nagyon komoly lexikális, komoly zenei tudás is kell, tehát itt azért nagyon képbe kell, hogy legyetek a Zeneakadémiát végzett embereknek. Pont ezért érdekelne, hogy ti mit hallgatok, tehát ezeket a mostani könnyed zenéket, ami mondjuk a mostani rádióban nyomott slágerek, ezeket hallgatjátok, vagy inkább CD, és akkor komoly zenét hallgatok. Ezt így kérdezem a kettőtöktől. Én megmondom őszintén, én nem hallgatok zenét. Aha. Azért, mert hát mind a ketten így nagyon hamar megtanuljuk tehát a dolgokat, és például egy zeneszámot, például van egy népdal, vagy nem tudom, egy filmzene, azt egy kb. 10 perc alatt megtanuljuk. Aha. Csak és ez benne a rossz, hogyha ha például hallgatunk most valamilyen zenét, és az például nem jó, mondjuk, igen, akkor az ránk ragad. Na. És ezért inkább úgy nagyon nem hallgatunk. Persze nagyon híres és nagyon jó hegedűművészeket azt meg szoktam én hallgatni, de úgy nagyon zenét nem. De egyébként meg szeretek képbe lenni mindennel. Tehát persze, úgy. Hát egy zenésznek kell. Igen, hogy mégis mik ezek a mostani slágerek, miket szeret a közönség, és hát mi ezeket meg is tanuljuk. Persze. Tehát elmegyünk mondjuk egy koncertet, tegyük fel, akkor tehát különböző korosztály van. Tehát vannak fiatalok, vannak idősebbek, és direkt úgy szeretjük összeállítani, tehát maga a repertoárunkat, hogy mindenkinek szóljon. Persze. Tehát mindenki megtalálja tehát a magának, tehát a dalát mondjuk, tehát én kedvenc dala van. Egyébként én minden stílust hallgatok, megmondom őszintén, tehát rádot hallgatom, akkor egyből, tehát ugye kép vagyok, hogy ez XY, tehát előadó, tehát magamat is tesztelem ezáltal, persze, hogyha mondjuk meghallok egy dalt, akkor egybe le tudnám játszani, tehát igen, akkordokat tudok. De ezt így rögtön le tudom, tehát hallottok egy dalt a rádióban, mondjuk tudom, Rihannát, most mondtam valakit, akit mondjuk nyomnak orba szájba, azt így rögtön, akkor megmondom, ez ilyen mol, ilyen dúl, stb. És akkor tudnátok is rögtön? Persze. De ez nagyon durva. Hát, hihetetlen. Igen. Szerencsére is sok ismert énekessel is játszottunk már. Hát kipróbáltuk magunkat már több pop stílusban is, például Vastag Csabával, igen, és most nyáron játszottunk az Éliás hát Gyula Juniorral is, úgyhogy nekünk is egy ilyen hát feladat ez tulajdonképpen, én szeretjük így a kihívásokat, hogy az a például két hangszerre, hogy az hogyan lehet megcsinálni, hogyan lehet átírni, hogyan csináljuk meg, hogy az jól szóljon. Tehát egy kísérletezés igazából így az egész, de... Hát igen, pont nyáron volt, tehát ugye Vastag Csabival, tehát léptünk fel az Öreghegyen. Igen. És ott például, tehát ugye megbeszéltük, hogy milyen számokat fogunk mi játszani. Persze azt ottól megtanultuk, átnéztük őket, és Vastag Csabi gondolt egyet, és akkor játsszuk ezt, és akkor egyből, az melyik is, és akkor egyből tudtam, igen, tehát mi tudtuk igazából, mert hogy ez tehát nagyon improvizatívnak is kell lenni. Persze, tehát különböző stílusban, hogyne. Hát igen, hogy nem lehet nagyon, tehát hogy most így, mert ugye, tehát mi egyéniségek vagyunk, ezért belevisszük a dalba, tehát magunkat is, tehát maga érzelmeket. Hát próbáljuk belevinni, hogy az egyedi legyen, tehát ne egy megszokott, hanem... Ezt kell tudás, nem, improvizálni, az egy elképesztően nagy tudást igényel. Az nagyon sok gyakorlás, tehát az nem megy úgy magától, sajnos, persze, azt gyakorolni kell, meg igazából nekünk is nap mint nap, tehát amikor van időnk, rengeteget kell gyakorolni, sok a, amit fejben kell tartani.
Igazából mi kotta nélkül játszunk mindenhol. Kotta nélkül játszunk ráadásul. Igen, igen. Nem mondták rátok, hogy esetlegesen, most ezen kötekedő lesz, hogy kotta nélkül játszunk a nagy képűek, nem volt a zenésztársak? Az az igazság, hogy Pesten a Zeneakadémián ezt... Ott meg elvárás volt, hogy kotta nélkül kell játszani. De egy vizsgán nem lehetett kottából játszani. Igen, igen, és így belenevelték így belénk szerintem, és igazából ez sokkal jobb így. Sokkal jobb így. Persze, persze. Mert akkor az ember már nem a kottát nézi, és saját magát bele is tudja adni azokat az érzelmeket, amit, tehát már nem odafigyel a kottára, hanem csak már maga a zenére, úgyhogy ez... Hát igen, én csak összezavarja a kotta az embert. Ja, ez már csak összezavar. Igen. Egyébként úgy hívnak benneket, hogy művész úr? Tehát szokott ilyen megszólítás, mert azok vagytok, művészek vagytok, igen, ugye, igen, minden értelemben. És akkor nagyon jó, vagy inkább hívjál a keresztnevemen. Vagy jól szokták hívni, hogy művész úr, hát megadják ezt a tiszteletet, de én nem várom el senkit. Persze, szóval én közvetlenül szeretek így mindenkivel. Ez így van. Család gondolom nagyon büszke rátok, hogy ideig jutottatok. Fú, nagyon, nagyon. Igaz? Hát a nagymamámnak köszönhettem én ezt a... Igen? Köszönhetjük, hogy mi idáig eljöttünk. Mert annyira, ugye ismerjük azért egymást, de annyira nem, ezt mondom a kedves nézőknek, hogy így a nagyon-nagyon családi, mély dolgokat tudjam rólatok, tehát akkor jól beszélünk, akkor nagymamátok nevelt esetlegesen benneteket? Hát igen, a nagymamánk, anyukánk, úgyhogy nekik köszönhetjük igazából, hogy mi idáig így elértünk, és ilyen, hát így művészek lettünk. Hát küzdelmes lehetett azért nekik eleve, ugye, hogy így tényleg ilyen példásan tisztelettel neveljenek benneteket, meg nyilván azért anyagilag is azért kellett erre. Hát igen, igen, hát ez a tanítatás az sajnos az nem olcsó dolog, de így próbáljuk persze, most már így visszahonorálni. Igen, meg, igen, igen, hogy kellemes dalamokkal kényeztetek. Igen, karácsonykor egy szép dalom. Igen. Én azt gondolom, ugye nyilván némileg én is ebben a világban mozgom, ugye a média világában, ami némileg igen, hasonlít valamilyes aspektusaiban a tiétekhez, hogy ez mennyire jön be mondjuk az ellenkező nemnek, itt gondolok, és most rátérnek egy picit a magánéleti dolgokra, a lányoknak. Tehát így megtalálnak benneteket azért a lányok, hogy de jó lenne, hogyha esetlegesen randizgatnánk egy picikét, beszélgetnénk, tehát kaptok ilyen leveleket akár a Facebookon? Én rengeteget. Igen? A Facebookon nap, mint nap. De tehát, tényleg? Igen, és akkor miket írnak mondjuk, ami publikus? Mert nyilván van olyan, ami nagyon durva. Hát az ilyen lájtosabb dolgok az, hogy elhívnak kávézni, vagy egy süteményt megenni. És utána meg máshova is, de az már nem azt már nem tudom, mert nem szoktam elfogadni ezt a megkívásokat. Aha. Tehát az úgymond ők rajongók, tehát persze, meg persze kell tartani velük ezt a három lépés persze távolságot, mert hát voltak már ilyen dolgok, hogy félreértések. Hát, párkapcsolat az van egyébként nektek? Tehát valami komolyabb párkapcsolat? Most jelenleg nincs. Jelenleg nincs. Nehéz hát egyébként egy művész embernek összeegyeztetni, mert azért a mi életünk azért teljesen más, mint egy hétköznapi embernek. Persze. Akinek be van osztva mondjuk az ide, hogy reggel 8-tól és nem tudom 4 órakor végez a munkahelyén, hát mi például valamikor akkor megyünk este fellépésre vagy koncertre, úgyhogy nem könnyű. Hogy kapcsoltok ki egyébként? Mert ugye nagyon sokan azt csinálják, hogy úgy kapcsolódunk, hogy felnyitok egy üveg bort és zenét hallgatok. Ugye én is azt szoktam mondani, hogy nekem zenét kéne hallgatni kikapcsolódás gyanánt. Én nem tudom, hogy mit csinálnék magammal, de nem biztos, hogy jó dolgot, mert is 17 éve rádiózom, tehát 17 éve naponta zenét hallgatok. Az tehát igen. Nyilván engem nem kapcsol ki a zene. Igen, biztos, igen. És bármennyire ez az életetek, és szeretitek, de gondolom, hogy ti is más kikapcsolódási formát választotok. Persze, abszolút. Hát én például zenét szoktam írni, tehát zenét szoktam szerezni, tehát különböző stílusokban próbálom magam megmérettetni ismét, mert tehát megmondom őszintén, hogy például tehát van egy dal, amit meghallok, azt átpróbálom kicsit formálni, tehát coverét csinálni. Igen, így van. És tehát saját stílusomra átalakítani ezeket a dalokat, és ezáltal szoktam tehát például tehát híres tehát énekeseknek is például alapot készíteni. Így van, tehát testvéremmel is. És igen, igen. Tehát ez nem kikapcsol így benneteket? Hát tehát engem. Így a másik oldal elhez, hogy élesen ennek? Én nem szoktam zenét írni, sajnos nem tudok, de engem például egy filmeket szoktam nézni, például kikapcsolódás, hogy
Milyen stílusú filmeket szeretsz egyébként? Hú, hát én inkább a legújabb mozifilmeket. Legújabb mozifilmeket szeretek így. Hogy tudjam, és hogy... mondjuk ilyen, ami nagyon nagy divat kikapcsolat, és elmennek mondjuk hosszú hétvégére például. Tehát szoktatok ilyet, hogy elmentek egy ilyen wellness szállodába, és akkor jacuzziba áztatok fáradt testeteket. Legutóbb egy évvel ezelőtt voltunk, akkor a nagymamámat vittem el, és igen, anyukámat, igen. Így megleptük, hogy egy ilyen wellness hétvégére elvittük őket hévízre, úgyhogy nagyon örültek ennek. Ez jó lehet, hát kell olyan is. De úgy nem nagyon szoktunk úgy elmenni, és még úgy. Igen. Nagyon, ugye mondtam a beköszönéskor, hogy nagyon szerény emberek vagytok, ami egyébként szerintem a nézőknek is totálisan lejön, hogy tényleg elképesztő nagy tudású, de szerény emberrel beszélgetek. Ezt mondta már más is rátok, vagy csak én mondom állandóan ezt, hogy milyen szerények vagytok? Vagy ezt már megkaptátok több helyre? Már megkaptuk. Hát én úgy gondolom, hogy egy művész embernek nem szabad dicsérnie magát. Tehát, hát lehet, mert vannak olyan művészek, akik dicsérik magukat, de én úgy gondolom, hogy a hallgatóság dicsérje őket. Tehát mi úgy vagyunk, hogy most így szerények vagyunk, de a színpadra kiállunk, akkor pedig... Hát akkor meg akkor oda kell tenni magatokat. Igen, persze, így van. Te Bormámos szerelembe, ugye amikor láttam, akkor neked van egy kis szöveged is, azt tudom, ugye, amikor bevonnak téged a hát ott Paganininek hívnak. Paganini, igen. Hogy Paganini gyerek, Tüszkös Anyi, ugye ő az igazgató, és ő, azt hiszem ő hívnak talán? Ő meg a Juhász Illés. Juhász Illés, igen. A Miska. A felszolgáló. Igen, ő hív téged Paganini. Hát igen, nagyon jó az előadás, ez a Bormámor szerelem. Teképesztő egyébként, így van. Szerintem nagyon sokan látták a nézők közül is. Nagyon sokan azért kedvelik, illetve nyilván ez csak a vicc része, elején ugye a színészek bortoztanak. Ott már van a hangulat alapban. Igen, és ezzel tehát viccelődik is az elején, tehát, hogy ingyen van a bor. Ingyen van a bor. Igen, és kezé vannak sokan. Ezért vannak ilyen sokan az előadáson, mert ingyen van a bor, igen. Na, előadás, beszéljünk erről. Karácsony, illetve a jövő, beszéljünk először időrendi sorrendben karácsonyról, karácsonyi koncertről. Hát a karácsonyi koncert, igen, most idén. Hát elmondom, hogy ez hogy kezdődött ez az egész, hogy most ez a negyedik éve annak, hogy mi karácsonykor, Székesfehérváron egy templomot kiválasztunk, és ott megbeszéljük, hogy ott adunk egy koncertet. Aha. És én ezt két dolog miatt csinálom. Az első dolog az, hogy az Istennek én megköszönjem azt, én hát vallásosak vagyunk. Egyébként mind a ketten? Igen, a templomba. Hát nem járunk, sajnos. De nem azon múlik egyébként, tehát nem ezeken a külsőség. Katolikusok vagytok? Katolikusok mind a ketten. És hát megköszönjem az Istennek azt, hogy mi idáig eljuthattunk nagymamámnak, megköszönjem ezt anyukámnak, úgyhogy ez az Istennek egy ilyen köszönés az első dolog. A második pedig az, hogy ez jótékonysági koncert, tehát a bevételt, igen, én azt a templom javára mindig felajánlom, és olyan emberek is eljuthassanak egy ilyen koncertre, hogy aki például anyagilag nem engedhetik meg maguknak azt, hogy egy ilyen előadásra eljöjjenek, és akkor nekik is ez egy ilyen ajándék, úgymond. Ez nagyon jó. Igen. És most hol lesz? És most a ciszterci templomba lesz, december 25-én este 7 órakor, úgyhogy oda mindenkit szeretettel. Ketten lesztek akkor? Á, igen. Ugye ketten adjátok a koncertet, igen, és nyilván akkor klerikális, egyházi zenék. Csak klasszikus komoly zenék, és az ismerteget. Tehát mindig mi a közönségnek játszunk, tehát mindig olyan... Tehát akkor 4 évszakból gondolom. Például az lesz, igen, ami válik. Könnyen emészthető ismerni. Így van. Például, tehát ilyesmi. Ave Mária. Igen, Schubert Ave Mária például. Úgyhogy... Érdekes lesz szerintem. Igen. A másik, hogyha kicsit előre megyünk, pont adás előtt mondtátok, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés ért bennetek. Hát igen, nagyon nagy megtiszteltetés ért minket tegnap. Kaptuk a felkérést a Vörösmarty Színházból, hogy egy önálló estet szeretnének velünk csinálni, egy ilyen előadást, és ez csak mi rólunk szólna. Úgyhogy ez egy óriási megtiszteltetés. Hát ez január 8-án lesz, este 7 órakor, és hát
Most hát már kerekészülni igen, azért. Most erre most egy hát hirtelen jött az egész. Ez, igen, ezt összerakni azért elképesztő. Mert az életünkről fog szólni, tehát így megmondták, hogy ezt a színház életünk, ahogy... Igen. Tehát Fehérváros és különböző színházakba is szoktunk így fellépni. Szóval igazából, tehát a nulláról hogyan kezdtük el, tehát de jó. Mire ide értünk, igen. És vendégünk is lesz egyébként, ezt a Buk Tibor. Ja, tehát Buk Tibor. Nem olyan régen beszélgettem vele, a Fehérvár televízióban, Buk Tibivel, tehát ő lesz a vendéget, Buk Tibi, és akkor így. Az jó lesz. Összerakni egyébként, nyilván ez idézőjesen egyszerűnek hangzik, hogy lesz egy ilyen önállás, felmegyünk, zenélünk, de nyilván ezt nagyon jól meg akarjátok, nagyon oda akarjátok tenni magatokat, és össze kell rakni tényleg úgy, hogy az emberek figyelmét folyamatosan ott tartsa, a legjobb dalok legyenek, szóval ez egy nagyon nagy fejtörés összerakni. Hát igen, egy művésznek a repertoár szerintem az, hogy az összeállítása igen. Sokkal nehezebb. Igen, igen. Az, hogy például egy különböző esteken, hogy mit fog ott játszani, hogy mi az, ami a közönségnek tetszik. Például mi, a testvéremmel, ha elmegyünk egy rendezvényre, nem tudom, tegyük fel egy nem tudom mi, bál vagy bal, egy polgári bál például, igen. És megkérdezi a konferenci, hogy mit fogunk játszani, hogy mit mondhat igen. Majd be. Hát mondom, nem tudom. De igen, igen. Tehát nem tudja. Vagyok ilyen. Mondom, a közönség majd eldönti, tehát én most oda felállok a színpadra, nem fogom tudni, hogy most ott idősek lesznek, fiatalok, persze. És akkor mindig olyan műsort alakítok már ki a fejembe, hogy ott már közben, hogy ott mit fogok játszani, és akkor ott már... Tehát és akkor van olyan, tehát hogy nem mondja, hogy mit játszik, és akkor neki áll hegedülni, és akkor hú, én hirtem, ja, akkor meg ez a szám, igen, és akkor, tehát hirtelen, és akkor persze rákapok egyből, igen. Hogy az a szám, igen. És akkor egyből tudom igen. Játszani. Tehát igen. Szoktunk így, tehát kicsit viccelődni egymással, persze. Tehát nem szól direkt oda, és akkor játszik. Ezt nem szoktatok egyébként? Tehát mondjuk gyerekkorotokban, vagy mostanság, nem szokott köztetek vita lenni, vagy veszekedés? Hát de általában, mint két kicsi persze szokott veszekedni általában. De már felnőtt, tehát korra kialakult hát persze. Hát szoktunk azért így vitázni, például így a zenében is, hogy mit szeretnék, azt hogyan szeretném én, akkor ebben van ilyen vitázás, hogy így valami. Igen, igen. De egyébként, ahogy én észreveszem, mondjuk nézvén a közösségi oldalatokat, hogy kicsit meg is maradtatok gyerekeknek, például szoktam látni a Elemér kiírását például, nagyon kellemes hetet kívánok mindenkinek, Emi, ugye az a becenevet, hogy Emi, és akkor ugye mindig kitesz egy fotót, vagy éppen egy közös dalt megosztotok, és tényleg nekem az, mint egy két ilyen aranyos gyerek, aki csak így adni akar az embereknek, tele vannak jó szándékkal, tele vannak tényleg egy ilyen terézanyai hajlamokkal, nekem így az jött le az oldalatokról. Hát... Igen, most nemrég kezdtem el ezt a Facebook oldalat, ezt a rajongóit, mert mindig nagyon sokan bejelölnek engem, igen. Van egy privát oldalam, igen. És ez egy kicsit zavart, hogy bejelöltek és számon kérték, hogy miért nem jelölöm vissza. Tehát igen, ilyen, ez sajnos egy ilyen hátrány ennek az oldalnak, persze. És azért csináltam egy ilyen rajongóit, hogy akkor itt mindenki persze. Követhet. Igen, igen. És akkor... Aha. És persze koncerteket is, hogy ugye hol lépünk fel. Világos, igen, persze. Igen, tehát nagyon sokan keresnek meg, hogy hol lesz a következő koncertetek, stb. És akkor itt legalább tehát látják. Világos, is, világos. Ugye a férfi emberek, mikor egymás között beszélgetnek, akkor két dolog szóba kerül. Egyik ugye a lányok, az már megvolt, a másik pedig az étel. Mindig így van. Konyhaművészettel, hogy álltok? Beszélgetünk a lányokról, ugye a lányoknak igen. Nagyon bejön egy férfi ember, hát a konyhaművészetben jeleskedik, ott a kis kötény fakanál a kezében. Hogy álltok a konyhaművészettel? Hát és a testvérem szeretni, ha szerettek. És mi a kedvenc, amit úgy nagyon szerettek, és azt úgy ezerre. Hát én a lőmán főszét szerettem, megmondom, hogy szintén a legeslegjobban. Hát, és mi a kedvenced, amit úgy mindig? Bármikor? Aha. Fú, hát nem tudom. Nekem az igazság. Nekem a... Ja, azt igen, tehát koncertek előtt mindig általában azt teszel. Nekem a lecsósnokedli rántott hússal. Az jó. Nagyon durva összeállítás. Igen, lecsósnokedli, azt úgy még annyira nem, de hát... Igen, és rántott hússal. Ez ilyen nagyon... Általában én egyébként hát mondjuk rántott sajt. Rántott sajt, finom. Ez is nagyon finom. Hát a mamával, amikor otthon vagyunk, akkor szoktam segíteni a konyhába, hogy főzni persze, vele, persze. Besegíteni, de nem tudok sajnos főzni. Az egy palacsintát tudok sütni. Az jó. Az nem olyan könnyű dolog. Beszéltünk a jövőről, ugye a karácsonyi koncert, jövő évi Sziházas fel.
kérésről, beszéljünk kicsit a távolabbi jövőről. Mi az abszolút nagy-nagy terv az életetekben, amit elértek akkor is, hogyha belegebettek, mindenáron meg akartok valósítani esetlegesen, akár közel, akár távol jövőben? Hát, én nem szoktam tervezni. Nem szeretek tervezni. Nem szeretsz tervezni. Nem szeretem, már soha nem sikerül általában valamit eltervezek. Csinálod, alázata, tisztelete és lesz, ami lesz? Én nekem mindig az van, hogy minél több helyre eljussak, és ezzel örömet okozzak mindenkinek, hogy amit én játszom, tehát muzsikálunk, de úgy mindig jön, tehát előre nem tudjuk, tehát sajnos, hogy holnap mi lesz, milyen felkérés, hogy találnak meg, tehát egy visszatérve ez a Facebookos oldalra, nekem van egy hivatalos weblapom, és ott nagyon sok menedzser megtalál engem. Tehát majdnem nap, mint nap. De nem hajtod igába fejedet, magadról akarsz lenni? Tehát, menedzser úgy talál meg, hogy akkor én szívesen egyengetném a sorsodat? Nem, már rögtön szeretne egy felkérés. Neki van egy ilyen programja, és nem tudom, oda szeretne élő zenét, mert meghallott a videóinkat, a zeneinket, úgyhogy ez így magától jön, tehát nem tudjuk előre, tehát nincs itt tervünk. Tanítani esetleg mondjuk, hogyha már nagyon-nagyon szétpörögtétek magatokat, tanítani a fiatalságot majd később? Én tanítottam egy évig Budapesten a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában, mint tanársegéd. Én ide a Hermann László zeneművészeti szakközépiskolába jártam, a testvérem is, én kaptam is egy felkérést, hogy én itt tanítsak, de sajnos nincs időm. Nem fér az bele az időben. Nincs időm rá, és a másik, hogy én még nem szeretnék tanítani. Persze, hát még nagyon fiatalok vagytok. Én még muzsikálni szeretnék. Hogyne, persze. Hát már biztos, hogyha ma idősebbek leszünk. Akkor már lehet, azt mondjátok, hogy 30 év múlva, hogy akkor jó, most tanítanék egy picikét. Egyébként van most két tanítványom. Tehát aki jár összehozni, gondolom. Nehéz. Mert mondom ezt a beszélgetést is, mert nem hogy két éve környékezzük egymást kb. Rádióban, tévében, most nem jó, igen. De most végre sikerül. Hát fiúk, én ennek nagyon örülök, hogy itt voltatok, meg én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, aki kíváncsi rátok, szerintem több helyen megtalál benneteket a városba, interneten, mindenhol, és tényleg örülök, hogy ezt a beszélgetést össze tudtuk hozni. Köszönöm nagyon nektek. Szépen, nagyon szépen, köszönjük, hogy itt lettünk. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.